2022 a rekordok éve volt a filmiparban. A Magyarországon készített alkotások regisztrált költése folyamatosan nő. Várhatóan meghaladja 250 milliárd forintot, ami mintegy 20%-os növekedést jelent. Olyan világsztárok forgattak nálunk, mint Emma Stone, Mel Gibson, Hugh Laurie, Zendaya és Kate Winslet. Megkezdődött a Nemzeti Filmintézet Fóti Stúdió komplexumának átfogó fejlesztése, biztosítva a hazai filmipar versenyképességét. Maga jön. Igen. Mintegy 20 mozifilm forgott a Filmintézet támogatásával. És tessék! Köztük a március ifjakról szóló monumentális Most vagy soha, a Semmelweis Ignác életét bemutató alkotás, a Tündérkert és az Aranybulla című történelmi sorozatok. Mondd meg a szultánnak, hogy ez itt Erdély, és nem Isztambul. Valamint Jankovics Marcell utolsó alkotása, a Toldi. Hé, hey, paraszt! Melyik út megyen itt Budára? 21 új magyar filmet láthattunk idén moziban. Magyar alkotásokat több száz nemzetközi fesztiválon vetítettek, és több tucat díjjal tüntettek ki világszerte. Óriási büszkeség, hogy Sipos Zsuzsanna berendező munkáját BAFTA és Oscar díjjal is jutalmazták, a főként Magyarországon forgatott Dűne díszletéért. Az NFI World Sales sikeres évet zárt. Közel 640 ezer euró, azaz 256 millió forint értékben születtek megállapodások a magyar filmek külföldi értékesítéséről. A Nemzeti Filmintézet több mint 300 pályázatot dolgozott fel, közülük összesen 85 alkotás kapott gyártási támogatást. Mozifilmek, tévéfilmek, sorozatok és animációk is. A filmörökségünk hosszú távú megőrzését szolgáló filmdigitalizálási és restaurálási program keretében a Filmarchívum és a Filmlabor összehangolt munkájának köszönhetően több mint 20 filmalkotás teljes körű felújítása valósult meg. A magyar filmek rólunk szólnak. A Katinka egy világsikereket elért sportolói karriert mutatott be. A Blokád és a Béka a nemzetek felett sorsfordító történelmi pillanatokat idéz fel. Egyszer megyek táppénzre, erre összedül a világ. Elképesztő kalandokba keveredtünk a magyar tengeren a nyugati nyaralás hőseivel. Felnőttünk az Együtt kezdtük csapatával, míg az unokában csaló bűnözők nyomába eredtünk. Vendégségbe nem megyek üres kézzel. 10 évvel a vizsga után folytatódott a vérfagyasztó 60-as évek ügynök thrillere a játszmában. Óriási érdeklődés övezte a fiatalokat támogató inkubátor programot. Ígéretes pályakezdés volt a kilakoltatás, az Anox, a magasságok és mélységek, a veszélyes lehet a fagyi, és ismét 5 új, friss tehetség vághat bele első egész estés filmjének elkészítésébe. A szakember utánpótlás érdekében a Filmintézet filmes szakmai képzéseket támogatott. Alkotó táboraiban és Fast Forward programjának izgalmas rendezvényein több száz fiatal vett részt. 61 év után újra Budapesten volt a Filmarchívumok Nemzetközi Szövetségének kongresszusa. It's really nice to be here in a city where cinema is in the center. A Veszprém Balaton 2023 Európa kulturális fővárosával együttműködve ismét megtartottuk a Magyar Mozgókép Fesztivált, a hazai filmek legnagyobb ünnepét. Teltházas vetítésekkel, közönség találkozókkal és nemzetközi szakmai programokkal varázsolt el a budapesti klasszikus filmmaraton, amelynek Budapest, Bécs, Hollywood tematikája csaknem 20 ezer embert vonzott. Egy jó magyar filmet keresel? Irány a Filmió. Idén már majdnem 600 magyar alkotás érhető el az online videótár hétről hétre bővülő kínálatában, ahol a klasszikus alkotások mellett a moziból frissen érkező újdonságok is nézhetők. Folytatjuk. Találkozzunk jövőre is a mozikban és a képernyők előtt.